Hogyha valaki jelentősen fogy, sokat fogy és látszik rajta, akkor mindenki kíváncsi arra, hogy vajon hogyan táplálkozik, vagy mind változtatott a táplálkozásán. Neked mit sikerült? Kellett egyáltalán? Szerintem egy fogyókúra akkor jó, ha nem vagy éhes. De akkor csinálod jól, akkor találtad meg a jó megoldást, hogyha nem érzed azt, hogy egyébként te kínlódsz. Mert úgy nem megy, úgy nem fog sokáig tartani, vagy elérsz egy eredményt, és utána visszajön az egész. Előbb-utóbb az embernek elege lesz abból, hogy magát kínozza. De hát azért néha az ember megéhezik. Persze nagyon fontos volt, hogy azért odafigyeljek arra, hogy mit, és mikor, és mennyit. Én például nagyon szeretem a halakat. Tehát például halat bárhol, bármikor lehet enni. Például a lazac steak a kedvencem, és akkor beülök egy nagy lazac, egy nagy adag lazacot, grillzöldséggel szoktam enni, imádom. És ha ráállok este a mérlegre, vagy reggel a mérlegre, nem fog csalódás érni. És ez csak ennek a gyógynövény koncentrátumnak tudom be, hogy egyszerűen bármit eszem, nem bírok belőle annyit enni, hogy hízlaljon. Egyszerűen csak tudatosan kell megenni azokat a dolgokat, amiknek a nagy részét amúgy is fogyasztanánk. Gyümölcsöket csak reggel vagy délelőtt, húsokat köret nélkül, zöldséget szinte mindig. Most már eszembe se jut, hogy fogyókúrázom. Reggel egy kapszula, este egy kapszula, és mellette meg egy csomó mindent teszem, soha nem vagyok éhes, és marha jól érzem magam. Negyven évig én csak kizsákmányoltam a testemet, semmit nem kapott szegény testem vissza, nem sportoltam, össze-vissza ettem, éjszaka ettem, elhíztam. Ami 40 éves korig ugye nem okoz problémát, csak felértem a testem összes tartalékát. Tehát, hogyha megnéztem az egészségügyi adatokat ebben, akkor azért kijött, hogy 60 évesen már elég sok problémám lesz. És az első lépés az, hogy ne legyünk elhízottak. A legtöbb fogyókúra azért fullad kudarcba, mert hogy egyszer csak nem bírjuk tovább az éjséget. Amikor jön a falási roham, általában éjfélkor a hűtő előtt, hogyha ezt ki tudjuk küszöbölni, az már fél siker. Mindig azt szoktam mondani, se a dolgozószobában, se a hálószobában nem működünk jól szerintem, hogyha éhesek vagyunk, mert csak arra gondolunk, hogy enni akarunk. Tehát kellett egy olyan megoldás, ami elfeledteti velem ezt az éhséget. Kellett az, hogy a fejem ugye egy kicsit át legyen verve, hogy minthogyha már sokat ettem volna, én ezeknek azért utána olvastam. És ez egy olyan gyógynövény koncentrátum, amilyen több kontinens fogyókúrás termékét sűríti egybe, és van benne alga, ami egy picit eltelít, van benne keserű narancs, ami azért felel, hogy tényleg úgy érezzem, mintha már többet ettem volna, akkor van olyan, ami az agyalapi mirigyemre hat, és azt mondja az agyamnak, hogy Gábor, te már félig jól laktál. Életmódváltás, meg az, hogy jelentős súlyt vesztettél, ez motivált abba az irányba, hogy most még inkább épülj egy kis izommal? Persze. Először is kellett látnom, hogy a benti öltöztetők csináltak egy papírmasét, hogy néztem ki akkor. Ugye ez két hónappal ezelőtti állapot. Nem volt rég, ekkora pocakom volt. Onnantól fogva, hogy lefogytam, fölvettem régi ruháimat, fölvettem egy 10 évvel ezelőtti farmert, följött, fölvettem egy 10 évvel ezelőtti inget, följött. Jól állt. Tehát nem tudom, 5 éve nem állt jól rajtam ruha. És akkor azt mondtam, hogy jó, viszont akkor legyen a fogyás az első lépés. Utána megláttam magamat egy 20 évvel ezelőtti állapotban. Ez volt a 2. szint. És a 3. szint, hogy most a fejemben van egy kép, hogy Gönczi Gábornak hogy kellene kinéznie. Kaptam hozzá egy önbizalmat, és akkor eljöttem az edzőterembe. Bence rögtön kezelésbe vett, és néhány óra után annyira átformálta a gondolkodásomat, és a testemen is olyan változásokat tudtunk együtt előidézni, amik meg utána meg azt mondták, hogy na, ezt nem szabad abba hagyni, ennek mennie kell. Azt mondta nekem Bence, hogy jövő nyárra azért úgy tudok majd kimenni a strandra, hogy nem kell lesütnöm a szememet. Még az is érdekes, Bence, mondd el, légy szíves, az élettani dolgokat. Beszéltünk a pszichológiáról, milyen az embernek a kisugárzása, milyen lesz a munkájában, milyen lesz a családjával, az emberekkel, mennyi stresszt veszít, jobban tudsz aludni. Jobb a pihenésed. És nem mellesleg jó lesz a vérnyomásom, az anyagcserém, a kiválasztásom. Nyilván minden apukának fontos, hogy példakép legyen a gyermeke számára. És én is azt gondolom, hogy azok a minták, amiket most lát, tehát az, hogy nálam látja, hogy ott az edzőcucc, látja, hogy odafigyelünk, hogy egészséges ételeket eszünk. Ezt ő úgy fogja követni, hogy észre se fogja venni. Ő már egy egészségesen élő családban nő föl, és neki minden más lesz furcsa.